Még nem kellett. Köszi! Kalászok kezében és a csikósok, gulyások kezében a karikás fegyverként is működött. 1848-ban a betyárok szabadcsapatot alakítottak, és a sudárra ólomgolyót kötöttek. Az osztrákok nem tudták elképzelni, hogy milyen fegyver az, aminek bemeneti nyílása van a vérten, de kimeneti nyílása nincsen, a karikásostor. 360 fokba tudtunk tüzelni, gyors töltés nélkül. Már a gyors töltésű fegyverek előtt föltaláltuk azt a fegyvert, amivel sokkal messzebbről le tudtuk szedni az osztrákokat, mint a kartávolság. A következőben ostor technikát mutat be Drávesz László. Ostort nem csak egy kézzel, hanem két kézzel is kellett használni. Őseink ezt professzionális szinten művelték. Délután már elmondtam, hogy a hajdokról azt tartották, azt a feljegyzések azt írták le, hogy táncolva mentek a csatába. A csatát úgy vívták, mintha táncoltak volna, és a csata végén megint csak táncoltak. Egy kis rövid moldvai néptánccal, tánccal kedveskednénk újfent önöknek. Köszönöm.
Thank you.
magyar embernek nem csak a botot, a pásztorbotot kellett jól forgatnia, hanem adott esetben a karddal is, a szabjával is tudnia kellett bánni. Most pár szabjavívó iskola gyakorlatot fogunk bemutatni, illetve a lándzsát és a két szabját is kellett tudni alkalmazni. Lándzsa és két szabjavívó bemutató fog következni. Bemutatnám az egyesület jelenlévő tagjait, bocsánat, csak próbálok levegőt is kapni. Ballomon Wilhelm Erik, Tab Zoltán, Vajda Zsolt, Drávesz László, Tóth Tamás, és jó magam Kontra Roland. Ugye nem mindig volt az embernél akár egy lándzsa, akár egy szabja, akár egy sima bot, ezért bizonyos pusztakezes technikákat is kellett a pásztoroknak, a vidéki embereknek tudni. Ebből szeretnénk egy kis csokrot, egy kis ízelítőt átadni, mégpedig ennek a speciális változatával, az úgynevezett botbirkózással. Ugye vidéken nem volt konditerem, a pásztorok ezt mégis megoldották egyetlen egy bottal. Légy szíves! Azt tartották vidéken, hogy aki nem tud birkózni, az nem is legény a talpán, nem is férfi a talpán. Figyelem, legények! Hajrá! Egy, null! Következő menet, visszavágok. Figyelem, hajrá! Egy. Következő. Még mindig van virtus a legényekben, lehet nekik tapsolni. Figyelem, hajrá! A keményen, keményen! Figyelem, hajrá!
És a nyertes, az egyik. A másik meg tanult. A baranta egyébként egy sport is. Amit mondtam, körülbelül 20 éve kezdték el gyűjteni újra a Baranta Szövetségnek az emberei. Ha valakinek tetszik, természetesen még nincs vége a bemutatónknak. Kaposváron a Dózsa csarnokban megtalál bennünket. Minden héten kétszer van edzésünk, illetve ilyen jó időben az Isten szentek előtt a kaposvári sportcsarnok mögött van az edzésünk. A következőkben íjászati formagyakorlatokat fogunk bemutatni, viszont ezt tényleg csak akkor lehet látni, hogyha kijönnek az árnyékból, és pályához közel jönnek, úgyhogy kérek szépen mindenkit, hogy jöjjön oda a pályához. Köszönöm! Feszedés! A történelem könyvekben is le van írva, a különböző krónikák is megemlékeznek, hogy a magyarok nem csak szemből találták el a célt, hanem hátrafele nyilazva is. Ugyan mi lovat nem tudtunk hozni, hozzáteszem a barantának két szakár van. Az egyik a gyalogos, mi ezt tűzzük, és van a lovas szakár. A gyalogos hátrafele fognak nyilazni. Tölt! Hátul! Teszik! Most kollégám mondják, hátra arc! Én sajnos ezt kihagytam. Ugye tölt, meg volt! Teszik! A következő formáció az térdelésből lesz. Nem mindig volt tiszta cél, volt, amikor valamilyen fedezék mögül kellett kilőni. Ezt is meg kellett végezni, mit néznek, ezt is meg kellett tudnia oldani. Térdelj! Tölt! Feszít! Tölt! Feszít! Tölt! Feszít! Tölt! A következő formációban, vonalban fognak lőni, mégpedig úgy, hogy a pajzsról eltakarjuk a lövő embereket. Ugye ez azért volt fontos, mert egyetlen egy embert célzott az ellenség, míg egyszerre hárman, négyen tudtak rá vízzáport zúdítani. Vízzáporhoz készülsz! Nyírzáporhoz készülj! Hatkarú! Igen.
Következő, ugye ezek már nem voltak a délutáni, kora délutáni bemutatóban. Egy olyan fajta formáció, amikor két ember védekezi a másik kettő. A mit érzek vonalba állnak? Figyelem, tölt! Beszéd! Lő! Ezzel a technikával 10 alatt tudtok tartani. Tartani a vitézek az ellenfeleket, hogy azok gyakorlatilag nem tudtak kilépni a fedezéki bűnből. Adjak másik elemet? Nem. Kérem a vitézeket! Kérem a vitézeket! Kérem a vitézeket! Kérem a vitézeket! Minden második! Igen, jó, így is jó. Figyelem! Első sor térdre! Második sor tölt! Feszít! Lő! Második sor térdre! Első sor tölt! Feszít! Lő! Első sor térdre, második sor, lő! Első sor, lő! Második sor, lő! Első sor, lő! Első szedés! Nagy taps, nagy taps! Azt gondolom, hogy a vitézek megérdemelnek, kint a 10 napon. A következő formáció neve hullám. Kérem a harcosokat, hogy nagyság szerint egyes oszlopba álljanak a céllel szemben. Tamásnak kellene erről lennie. Erik. Figyelem, tölt! Első ember feszít! Lő! Tovább! Nem Beszélszedés! Ez is azok közé a formációk közé való, amikor az ellenfelet folyamatos tűz alatt tudtok tartani, és gyakorlatilag neki lövése nem volt velünk szemben. Lapszatunk végéhez érkezik. A barantásoknál mindig szokás, hogy elénekeljük a barantinus.